Teljesen felszámolni szinte lehetetlen, de megfelelő tájékozottsággal és felkészültséggel szinten lehet tartani. Ez a véleménye summázva a mai magyarországi droghelyzetről dr. Zacher Gábornak, aki előadásaiban olyan témákra világít rá, amiről sokan nem is tudják, hogy létezik. Ezt most a hajdunálási közönség is megismerhette. A jelenlévő jelentős része az valószínűleg semmit nem nagyon tud erről a dologról. Pontosabban annyit tud, amennyit önök ugye a média előttála. Na jó, de hát önt mi érdekli? Az, hogyha most itt egy gyerek egy buliba elszív egy marihuána, egy cigarettát, az semmi baj nem lesz, abból nem lesz híradóanyag. De hogyha netán a rendőrök egy nagy fogásuk van, vagy félmeztelenül rohangászik egy csávó itt a főtéren, vagy netán meghal valaki, azt gondolom, abban a szent pillanatban, nem csak itt a helyi médiában, hanem az országos médiában is azt gondolom, hogy nagyon komoly szintenet kap. Magyarán szóval az extremitások kerülnek be a médiába, és az információt pontosan ez fogja meghatározni, és nem a nagy átlag. Mert hogy az átlagos is nagyon-nagyon fontos, sőt, ezzel kellene a leginkább foglalkozni. De nem csak a biofüvet, amfetamint, parti drogokat, vagy éppen alkoholt fogyasztókat kellene górcső alá venni, hanem az olyan függőségeket is figyelni kellene, amire talán nem is gondolnánk, hogy az. Ilyen például a közösségi felületek használata. Ami legalább ugyanolyan függőséget okoz, mint amikor arról beszélünk, hogy marihuána heroin. Persze, hát a mobiltelefont nem szippantjuk fel, a gépet nem adjuk be vénásan, de ez ma már az emberek életét pontosan ugyanúgy képes befolyásolni, akár pozitív, de nem ritkán negatív irányba, nem beszélve a gyerekekért. És azt gondolom, amikor arról beszélünk, hogy droghelyzet, akkor az már sokkal több annál, mint hogy beszélünk egy kémiai anyagról önmagába véve, hanem egy jelenségről kell itt tulajdonképpen beszélni, és az biztos, hogy nem fogjuk tudni kiírni Magyarországra, hogy tiszta udvar, rendes ház, drogmentes övezet. Ilyen nem lesz soha, de az lehet a célunk, hogy ez valahol egy elfogadhatóbb keretrendszerben működjön. Most már tehát ezekre is figyelni kell. Mobiltelefonok, táblagépek, számítógépek ugyanolyan komoly függőséget okozhatnak, és számtalan egészségre káros hatásuk mellett rengeteg időt is elvesznek az életünkből. Egy átlag amerikai az élete során 5 év 4 hónapot tölt a közösségi médián. 5 év 4 hónap tulajdonképpen elszáll úgy az életéből, hogy mit csinál? Fejét lehajtja, kütyüt nyomkod, vagy ugyanezt a gépen csinálja, úgyhogy valójában nem történik vele semmi. Persze lehet, hogy ennek egy bizonyos része a tanulásról szól, és így tovább, és így tovább, de hány olyan van, amikor gyakorlatilag tök értelmetlen dolgok zajlanak. A közösségi felületek pedig a zaklatások melegágya is lehetnek. Gondoljunk csak bele, egy rosszkor, rossz időben készült fotó, amelyet megosztanak az interneten, komoly problémákat okozhat. Amikor én 7. általánosban az anyám által rám erőltetett norvég mintás pulcsiba bementem az osztályba, akkor 28-an röhögtek rajtam. Persze soha többet nem mentem be, de egy nap be kellett menni. Ma, ha ez a gyerek bemegy a norvég mintás pulcsival az osztályba, egy kattintás, kész a fénykép, és nem 28-an, hanem 28 ezeren, de az is lehet, hogy 280 ezeren fognak rajta röhögni. Én soha többet nem mentem be abba a pulóverbe, de a háló nem felejt. És az a kép, ami fölkerült, az világ életében ott lesz, és gyakorlatilag bármikor élcelődésre adhat lehetőséget. Úgyhogy ez ma legalább ugyanolyan veszélyesnek értékeljük, mint amikor arról beszélünk, hogy marihuána, biofű, amfetamin, és így tovább, és így tovább. Zacher Gábor szerint a legfontosabb az lenne, hogy jól tudjuk használni és kezelni ezeket a dolgokat. Mert hogy a világ változik, egyre gyorsabban és gyorsabban. A változás pedig magával hoz számtalan új dolgot, amit ismerni kell és oda kell rá figyelni. Akkor nem lehet belőlük baj. Az tök mindegy volt, hogy valaki 1910-ben, 20-ban vagy 30-ban született, mert a világ annyit nem változott. Most pedig ugye az alfa generációt az X-ek már nem értik. Hány év van közöttük? 12-13. És itt hihetetlen nagy sebességgel változik a világ, és ezt a világot mi néha kicsit rosszul fogjuk fel, mármint okos és bölcs felnőttek, és rosszul így tudjuk természetesen értelmezni. És ez nem jó, mert igenis a hálónak rengeteg pozitív szerepe van, de ezt egy keretrendszerbe kell tudni használni. Az ésszel használni javaslatok között ott van a lefekvés előtt semmit tiltás is. Vagyis fontos lenne, hogy az ágyba ne vigyük be az informatikai kütyüjeinket. A digitális detox, ami alapvetően azt jelenti, hogy lefekvés előtt egy-másfél órával ne használjuk az eszközt, mert az utolsó információ, ami elalvás előtt megjelenik, jelentősen befolyásolja az éjszakánkat. Nem beszélve arról, ugye, hogy az ember leteszi a telefont, befordul a fal felé, és egyszer csak a telefon megpittyen, és akkor mint az őrkutya. Szeme kipattan, nyúl a telefon után, mi jött, és gyakorlatilag ez is ma már mért adat, ez egy norvég vizsgálatnak az eredménye, hogy a fiatal korosztály, és itt alapvetően 12-16 éveseket értem, gyakorlatilag 2,5 órával kevesebbet alszanak.
mert ezt a hálón töltik el ezt az időt, és bizony egy 12-13 éves gyereknek 8-9 óra alvásra szüksége van ahhoz, hogy kipihenje magát, hogy jól tudjon teljesíteni iskolába, edzésen, külön órán, stb. De nem, mert a háló ettől elveszi az időt, szóval keretbe kell tartani, és nem úgy, hogy a gyereket letiltom, én meg alig várom, hogy bemenjen a szobába, és kapom elő a rendszert, és úgy nyomkodom tovább, hanem azt gondolom, a keretek mindannyiunkra vonatkoznak. Ugye milyen érdekes? Ha azt mondjuk, hogy drog, az ma már nem csak a kábultan fetrengő és ténfergő, maguknak valamilyen kémiai szert beadó emberekről szól, hanem mindannyiunkról. Mert a drog mindannyiunknál ott van, a nap szinte minden percében.